Jó napot kívánok! Köszöntjük Önöket a Demokratikus Koalíció sajtótájékoztatóján. A kormány a jövő évre a gyengeség költségvetését nyújtotta be. Ez igaz az önkormányzatokkal kapcsolatos intézkedésekre és megszorításokra is. Amellett, hogy a kormány nem mer szembenézni a hazánk előtt álló számtalan kihívással, nem mer szembenézni azzal a ténnyel sem, hogy a járvány elleni védekezés oroszlán részét bizony az önkormányzatok végezték el. Ők vittek védőfelszerelést a kórházakba, ők osztottak maszkot az embereknek, ők végezték el az időseknek a bevásárlást, valamint sok intézmény esetében ők végeztették el a koronavírus tesztelést is. Nem pedig a kormány, amelynek ez a feladata lett volna. Orbán Viktor nem mer szembenézni kormánya védekezés alatt tanúsított gyengeségével, mert akkor el kellene ismernie, hogy nem elvennie kellene az önkormányzatoktól, hanem plusz forrást adni nekik. A Demokratikus Koalíció szerint az önkormányzatokat sújtó megszorítások a kormányzat gyengeség és gyávaság jelei. A DK arra biztatja a kormányt, hogy nézzen szembe a ténnyel. Tartozik az önkormányzatoknak a védekezés költségeivel. Ha már a járvány alatt gyengék voltak, akkor most legalább ne legyenek gyávák. Fizessék ki az önkormányzatoknak a védekezés költségeit. Vonják vissza a megszorításokat és a szolidaritási adó megnégyszerezését. Hozzanak létre egy alapot a növekvő szociális és egészségügyi kiadások miatt bajba került önkormányzatoknak. Átadnám a szót a DK főpolgármester helyettesének, G. Németh Erzsébetnek. Jó napot kívánok én is mindenkinek! Az elmúlt hónapok valóban megmutatták, hogy ha baj van, akkor az emberek kire számíthatnak igazán. Azt láttuk, hogy a kormány gyenge volt még egy olyan alapvető feladat elvégzéséhez is, mint például a védőfelszerelések biztosítására a kórházak számára. A DK fővárosi polgármesterei képesek voltak rá. A kormány gyenge volt ahhoz is, hogy megszervezze a veszélyeztetett intézmények tesztelését, az idős otthonokat csak késve, a főváros figyelmeztetése tragikus halálesetek után kezdték meg. Gyengék voltak ahhoz is, hogy támogatást adjanak a munkájukat elvesztőknek, és képtelenek voltak arra, hogy támogassák a kórházakból kidobott emberek családjait. Ezeket a feladatokat Budapesten a DK kerületi polgármesterei látták el, ők vigyáztak Budapestre a kormány helyett. A kormány láthatóan képtelen szembenézni ezzel a ténnyel. A Demokratikus Koalíció arra biztatja a kormányt, hogy nézzen szembe a tényekkel, tartozik az önkormányzatoknak a védekezés költségeivel. Ha már a járvány alatt gyengék voltak, akkor most legalább ne legyenek gyávák. Fizessék ki az önkormányzatoknak a védekezés költségeit. Vonják vissza a megszorításokat és a szolidaritási adó megnégyszerezését. Hozzanak létre egy alapot a növekvő szociális és egészségügyi kiadások miatt bajba került önkormányzatoknak. Egy európai kormány ebben a helyzetben ezt tenné, ahogy ezt látjuk is szerte Európában. Persze ehhez bátorság kellene, szembe kellene nézni a védekezés tanulságaival, a kormány gyenge teljesítményével és az önkormányzatok erőn felüli munkabírásával.